Sziasztok, Juniker vagyok, ez pedig a Hiányzik a Hip-Hop, ezért beszélek róla. Megjelent K. Kevin, valamint T. Dani önálló, szóló videóklipje, és hát a srácok okoztak egy kis meglepetést, hogy miért, vagy hogy miről is van szó, az hamarosan ki fog derülni, úgyhogy tartsatok velem. Úgy gondolom, azt egészen nyugodtan ki lehet jelenteni mind a két fiatal emberről, hogy jelenleg a hazai zenei élet meghatározó figurái közé tartoznak, ugyanis, hogyha kikerül róluk vagy tőlük egy videóklip, az bizony milliós megtekintéseknek szokott örvendeni, valamint a felkapott listának igencsak az élén szokott táncolni. Sokan mondják azt, hogy jó az út. Megjelent K. Kevin háború című dala. Ugyebár a címből azonnal először arra gondol az ember, hogy esetleg a szomszédunkban zajló sajnálatos háborús helyzettel kapcsolatban fog véleményt fejteni Kevinünk a zenében, de nem, viszont így is okozott egy kis meglepetést. De én úgy érzem, eltévedtem, szívembe dúl a háború. Ugyebár én már többször szóvá tettem az ilyen hazai elit zenészek vagy zenei előadókkal kapcsolatosan, hogy sérelmezem, hogy nagyon sok a flexelés. Még a dolgaimmal nem végeztem, sokan mondják azt, hogy jó az út. Viszont ez a dal ilyen tekintetben egy igencsak meglepetés volt, ugyanis Kevinünk kicsit jobban beengedett minket a saját kis zárt világába, és megtudhattuk, hogy igenis van neki érzelmes fele, hogy igenis vannak neki mély gondolatai, és hogy az ő élete sem fenéki tejfel, hiába a hírnév, hiába a sok pénz, hiába a sztárság meg a luxus, bizony ennek az életnek is vannak árnyoldalai. Most nem vagyok jó, sokszor voltam már jobban, próbálom megkeresni a nyugalmat a káoszban. Kevinünk tett számomra egy igencsak megdöbbentő kijelentést, ahol azt mondja, hogy sokszor undorodik attól, ahogy él, és hogy péntekenként mennyi bűnt, mennyi hibát szokott elkövetni. Sokszor undorodom attól, ahogy élek, rengeteg hibát követek el, ha eljön a péntek. És hogy sokszor kérdőjelek, illetőlegesen kételyek szokták beárnyékolni az életét. Fekszek az ágyba, felemészt a sok kételj, hogy ez a sok pia a boldogsághoz miért kell. Valamint van egy olyan rész, amiből kicsit az jön le, hogy Kevinünk túlvállalta magát, és nem bírja most már el ezt a terhet. Úgy érzem, ezt az időszakot magam mögött hagynám, a kabátom, amit felvettem, lehet kicsit nagy rám. És a csalódások hátán, hát igen, ugyebár sokan azt gondolják, hogy aki ilyen szintre eljut, mint K. Kevin, annak gondtalan, vidám élete van, és persze nem, mert mindennek megvan az árnyoldala. Körbenézek, hemzseg a sok patkány, minden este meghalok, ilyen az én szakmám. Na de a lényeg, hogy végre nem egy flexelő zene, hanem tényleg kicsit bepillantást nyerhettünk Kevinnek az érzelmesebb oldalába is. Teljesen mindegy, hogy ez most egy szerelmi csalódás Kevinünk részéről, vagy pedig egész egyszerűen csak elfáradt és sok emberben csalódott így az elmúlt évek során. A lényeg az, hogy hát az élet bizony nem fenékig tejfel, és hiába valaki ennyire népszerű, ugyebár ennek a népszerűségnek is megvannak az árnyoldalai. Viszont amit én felfedeztem így most a hip-hopos csoportokba, hogy eddig mindig szitták a K. Kevint, illetve megtámadták őt a flexelésért, meg hogy egy nyálas kis köcsög, és így tovább. Viszont ez a dal úgy tűnik, hogy betalált, mert nagyon sokan, akik eddig köpdösték, most elismerték, hogy ez a zene most bejött, átjött, átérezték, és hogy tetszett. Úgyhogy abszolút én is így gondolom, hogy ez most egy bejövő zene volt, végre egy ilyen, egy hasonlót vártam. De persze, kommentek, nyilván mindig van, amiben bele lehet kötni, hát ez most sem történt másképp. A sok csalódástól már besokaltam, hagyd még egy percet, hogy elmondhassam. És itt érkezett Gábor, aki azt írta, hogy ez a K. Kevin egyébként a GVM nélkül sehol sem tartana.
hívom a telót, de elfoglaltja, hogy nem kellek neked, már elfogadta. Én egyébként ezzel a kijelentéssel egyáltalán nem értek egyet, mert nem egy olyan előadó van, akik nagy nevekkel feat-elnek, és mégis a kutya faszába sincsenek, mert nem lehet őket valahogy behúzni, vagy nem jön át a népnek az, amit ők produkálnak, és tényleg sok ilyet lehetne felsorolni. Mint hogy régen volt egy rap csapat, akik azt gondolták, hogyha az LL Juniort, mint a haverjukat megkérik, hogy te figyelj, állj már oda az autóhoz, azt nekitámasztották az autónak így a videóklipbe, azt gondolták, hogy hú, ezzel majd mekkorát futnak, mert hogy az LL Junior benne van a videóklipbe, akkor ezek a srácok biztos milyen menők. Hát elmondom nektek, hogy szart se ért az LL Juniornak a klipben való szereplése, mert ugyanúgy nem hozott áttörést így a csapatnak, de hát mindegy, tehát ez tévhit, hogyha te együttműködsz valakivel, akkor tuti biztos, hogy behúzza a nevedet, mert ehhez ettől sokkal több szükségeltetik. És egyébként, ha jól emlékszem, a GVM is megmondta, hogy a K. Kevin már készen van, rendben van, nagyon nem tud vele mit kezdeni, olyan értelemben, hogy túl sok mindenre nem tudja megtanítani, mert egyben van a srác, csinálnak olykor közöset, és kész. Nyilván hozott neki pluszt, de a K. Kevin önmagában is megállta volna így a helyét, és ezt én is így gondolom. Na de még mielőtt mennénk tovább, szeretnék nektek figyelmetekbe ajánlani egy zenét. Megjelent SZMRK, remélem jól ejtem a nevét, Fiatal Vakerok című klipje. Ez művészet, baszod, nem baszom meg magam, hogy kenyere legyen. Mégis úgy dolgozok, Gerci már egyszer elmondta, ki lógnak a belek. Bevallom őszintén, én nem ismertem őket, teljesen véletlenül akadtam rá a csatornájukra, viszont nekem hatalmas élmény volt, és ilyenkor érzem azt, hogy mégsem halott ez a magyar hiphop, és igenis vannak nagyon-nagyon komoly tehetséges arcok, és ilyenkor olyan boldogság fog el engem, de tényleg. Már így adom át, érzed a füstjétünk a morál, beszakad a gát, mi kopogunk át, félre az összes kadét, megjött végre a két kapitány. Főleg, mert belehallgattam ebbe a Mennem kell című zenébe, hát ez abszolút favorit, azóta esküszöm, minden viccet félretéve, csak ez pörög nálam, mert nagyon-nagyon elkapták a srácok. Épp hogy csak kezdtem már, érzem, hogy mennem kell. Egyszer van hova, máskor sehova, rohanok, engedj el. Egy évvel ezelőtt jelent meg ez a zene, én nem is értem, hogy eddig hogy nem akadtam rá. Látod, hogy nem fogyok ki, éveket várva, hát ha érdekli bárkit, hogy mit alakítok, hogyan nyílik a bárka. De most megvan, úgyhogy a leírásban megtaláljátok a hozzájuk vezető utakat, hallgassátok, pörgessétek, mert ezek a srácok tényleg megérdemlik. Én már feliratkoztam a csatornájukra, és a csengőcskét is benyomtam, hogy mindenről kérek értesítést. Nagyon-nagyon komoly flash zenék ezek, úgyhogy tényleg boldoggá tettek ezekkel a zenékkel. Várom a folytatást, mi pedig lépjünk tovább. Talomból álomban nem vágom, hogy ez hova vezet. Húszok a fényjel, nem magamért, de mond nem bántok akárkit, a paramért kell. Mert ti Dani, aki hogy ejti, nekem aztán kurvára mindegy, tehát új videóklippel érkezett, és hát ő is egy kicsit beszámolt a sztár életnek a nehézségeiről, illetőlegesen utalásokat tett arra, hogy amikor az ember már eljut egy ilyen szintre, bezárja a köröket, és óvatosan barátkozik, valamint, hogy nem túl sok barátja van, aki mellette van, vagy mellette maradt. Nehéz ez a popszakma. Nem hasonlítunk másokra, nincs szükség új barátokra. Már így az elején van egy kis politikai utalás, még hogy olyan gyorsan halad fölfelé, mint Mészáros a tendereken. Hát ez egy igazán furcsa fricska, főleg úgy annak tükrében, hogy a végén van egy kis érdekesség, de majd erre még vissza fogok térni. A brigádom egyszerre veszélyes és sármos, olyan gyorsan jövünk fel, mint a Mészáros. Itt kaptunk egy irányárat hozzá vetőlegesen, tehát aki eddig kíváncsi lett volna, hogy ezek a sztárok mennyit keresnek, Dani elmondta, hogy megesik, hogy olykor havi 10 millió beesik a pénztárba. Az, hogy ez most igaz vagy nem igaz, én pont leszarom, mert engem nem érdekel, hogy ki mennyit keres, de aki kíváncsiskodik, az most kapott egy irányvonalat. Egy hónap 10 millió megesik. És itt a következő érdekesség, ami, hogyha esetleg egy fricska volt a Mészáros, vagyis pénztáros Lőrinc úrra, hogy itt felvillan a debreceni stadion, és megjelenik benne Csucsák Balázs,
aki ugyebár a politikához, hát most már tagadhatatlanul közel van, mert hát a Szijjártó Peti barát, ugyebár megvan ott a kapcsolati rendszer mindenre, amire kell, akár az se baj, hogyha karantén szabályokat kell áthágni, vagy ha jó kis befektetések vannak, akkor a Balázsunk most már tudja, hogy hova kell becsurgatni a pénzt, úgyhogy, hát így nekem erről már megint így ez a mocskos politika jutott az eszembe. Egyszer véget ér, de ma nem fog még, kielvezem ezt, mielőtt elkopnék. Nagyon jól lett az élet, ahol a Dzsudzsák Balázs fejbe rúgja a Danikánkat, aki kifekszik, majd koppan a feje a fűszálakon, és letekeri nekünk a szöveg további részét. Sok ember jön oda hozzám, mutatja be nekem magát. Haver, én nem fogok kezdet vele, tudom mit akarsz, jól ismerem a fajtát. A városban mindenki megvolt már rég. A városban már mindenki megvolt rég. Hát, reméljük, hogy abban a városban csak nők laknak, bár ez kétlem. És hogyha igaz, amit a Danink állít, akkor... Hát ez melepite, hogyha a férfiak is meg a nők is egyaránt megvoltak, de én ebben nem szeretnék belefolyni. Vigyázzatok a szátokra, oh. Alapvetően szerintem ez egy kurva jól összerakott kis videoklip lett, jó lett a dal, azt még nem tudjuk, hogy honnan lett esetlegesen plagizálva vagy másholva véletlenül. Jó kurva anyádát! De majd ez esetleg ki fog derülni, ha így is van, ha pedig nem, akkor tényleg nagyon-nagyon jó kis zene lett, ezt el kell ismerni. De hát egy ilyen szintű előadótól ez már a minimum elvárás, de tény, hogy ez minőség lett, úgyhogy nekem ez beadta. Viszont ennyi lett volna most ez a kis okfejtés, gondolatfejtés, gondolatroham. Ha itt jártál, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, nyomd meg a kis csengőcskét, a véleményedet hagyd itt nekem a komment szekcióba, és találkozzunk legközelebb is. Addig is legyetek jók, ha tudtok, szeressétek a rappet, meg a zenét, és egymást is, puszi pacsipá mindenkinek, sziasztok!